Hát sziasztok, már a magyar sajtóban is megjelent a hír, hogy Rudi Barrientos igen közel van a Ferencvárossal kötendő szerződéshez. Hát ki ő, erről szól ez a rövid videóm, és arról is szól, hogy szerintem jó választás Guatemalai védekező középpályásról van szó. A guatemalai futball az mindannyian tudjuk, hogy nem túl erős. Ő ott kezdett, és most a municipál nevű guatemalai csapat játékosa, amely municipál úgy a középmezőn tetején van a guatemalai bajnokságban. Egy <kül> nagyon ügyes, jól mozgó, védekező középpályásról van szó, aki egyre jobban bejátsza magát a guatemalai válogatottba is, ami viszont nem túl acélos, de alapvetően ezt a 175 centi magas fiatalembert elnézve azt mondhatom, hogy vele a, a Ferencváros nem jár rosszul, az lesz a kérdés, hogy először Európában mit tud magával kezdeni, és ahogy látom, még azért a mérkőzéseken nem nagyon tud egyenletes teljesítmény nyújtani, hiszen általában kezd, de aztán kezdőként lecserélik. Tulajdonképpen a mérkőzések 50-60%-át játsza végig, ehhez képes viszont azokon a meccseken általában a csapata jó és eredményes, tehát azt lehet mondani, hogy egy nagyon hasznos játékosról van szó. Egyáltalán nem kell hogy valaki ebben a pozícióban villogjon. Az azonban szerintem nem igaz, amit ezzel kapcsolatban lehet olvasni, hogy őt a Lajduni helyére hozzák, akkor is, ha Lajduni elmegy, ugyanis Lajduni azért annyira a védekezésben nem volt acélos, inkább azt mondanám, hogy hullámzó volt, ez a srác viszont kifejezetten védekező, és jóval kevesebbet támad előre is. Ugye a defensív midfield az egy teljesen más típusú játékos, maximum ugye central midfieldnek emlegetik a különböző oldalak, tehát egyáltalán nem támadó középpályásról van szó, tehát nem egy olyan sokoldalú játékos, mint amennyire ugye a Lajduni annak idején az volt. Viszont egy fiatal srác, aki nagyon jól tanítható, és nyilvánvalóan először életében egy igazán profi közegbe kerülne, úgyhogy összességében lehet, hogy meglepődtök ezen, amit mondok, de szerintem jó választás. Nem tartom valószínűnek, hogy kapásból a Ferencváros kezdő csapatába fog bekerülni. Először azt gondolom, hogy a bajnokikon fogja kipróbálni Csercseszov, ha egyáltalán leigazolja, hiszen ugye amíg a hivatalos bejelentés nem történik, addig még csak gondolkodunk erről, és hiába hallottam én is most két különböző forrásból ezt a hírt, ez az egész történet addig nem igaz, amíg ugye a szerződést be nem mondják, hivatalosan nem, hivatalosan nem mutatják azt, hogy aláírta. Tehát ennek van egy procedúrája, amit jól ismernek a Ferencváros szurkolói. Minden esetre nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy egy ilyen típusú játékosnak helye van a Fradiban, egy nagyon jól védekező, szívós, amolyan, amolyan rátapadós hátvéd, védekező középpályásról van szó, aki nagyon jól tudna segíteni Knustert és Szemimájét, hát ugye Szemimájét akkor, hogyha nem fogja őt esetleg elvinni egy másik csapat. Úgyhogy azt hiszem, hogyha a Ferencvárosba igazol, akkor azt jól teszi a Fradi menedzsmentje, és ha a Ferencvárosba igazol, akkor megint az mutatkozik, hogy a Ferencváros menedzsmentje valóban az egész világról figyeli a játékosokat, tehát nagyon profi, nagyon igyekszik a legjobbakat hozni, és szerintem jól fogja magát érezni, úgyhogy én nagyon szurkolok, hogy Rudi itt találjon, Rudi Barrientos, ugye a teljes neve, még teljesebb neve, Rudi Ronaldo Barrientos Reyes, ugye, hogy itt találjon új otthonra, és legyenek nagy sikerei. Na no, hát nagyon köszönöm, hogy meghallgattál, a tetszett nyomj egy lájkot, ha még jobban tetszett, kérlek, iratkozz fel a csatornámra, és ha még jobban tetszett, arra kérlek, hogy segítsd a munkámat a videó alatt, tehát a számlaszámon, vagy nyomj meg a köszönet gombot, hajrá Magyarország, hajrá magyar labdarúgás, a jó Isten áldjon meg mindenki!